A Magyar Nemzeti Tanács 14. rendes ülésén egyhangulag elfogadták a tanács második pótköltségvetési javaslatát. Az MNT költségvetése az eddigi 140-ről mintegy 290 millió dinárra nőtt. Abból kifolyólag, hogy a magyarországi kormány kérésére ezentúl minden Magyarországról támogatott projektum az MNT-n keresztül lesz megvalósítva. Ilyen például az Újvidéki Európa Kollégium, valamint a Szabadkai Középiskolai Diákotthon építésének befejezése. Valóban nem új projektumokról van szó, valóban az MNT projektumairól van szó. Csak hogy az eredeti tervek és megbeszélések alapján ezeket a projektumokat nem az MNT kezelte volna pénzügyi számviteli szempontból, nem az MNT számlájára érkeztek volna, hanem közvetlenül a felhasználókhoz. Időközben azonban a magyar fél, a magyarországi fél kifejezte egyértelmű szándékát és elvárását, hogy az összes támogatás a Magyar Nemzeti Tanács költségvetésébe kerüljön be, és az összes ilyen jellegű kiemelt támogatással kapcsolatban a Magyar Nemzeti Tanács vállalja át a felelősséget ezeknek a pénzeknek a törvényes felhasználásáért, az elszámolásért, ezeknek a költségeknek a transzparens módon történő elköltéséért. Ugyancsak a képviselők elé került a tanács felsőoktatási ösztöndíj program szabályzatának módosítása, így például az akkreditált magánegyetemre iratkozók is pályázhatnak az ösztöndíjra. A Nemzeti Tanács ülésén július 4-ét, az összetartozás napját a tanács egyhangulag nyilvánította jeles nappá a Vajdaságban.